Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, és mutatom, mit láthatnak a mai Bonyhádi Naplóban. Tovább zöldül a fái lakótelep. Az aradi vértanúkra emlékeztek. Kiállítás nyílt Perczel Mór életéről a Völgységi Múzeumban. Az időseket köszöntötték. Ünnepeltek a Bonyhádi idősek otthonában. Az eddig is jelentős zöld területekkel bíró fái lakótelep további parkosítási elképzeléseiről szerveztek lakossági fórumot. A tervek alapján a közeljövőben megújulhat a növényzet a területen, és egy minden igényt kielégítő játszótér és szabadidő park is helyet kap majd az övezetben. Ezek a térképek mutatják, milyen elképzelésekkel indul neki a szakma a fái lakótelep parkrendezési koncepciójának. Az eddig is jelentős zöldövezeti területekkel bíró lakóövezet növényzete kiöregedett, és itt van az idő arra, hogy új koncepció mentén frissüljenek meg a terek és a parkok. Erről a kezdeményezésről tartott lakossági fórumot Fidóni Ferenci Bolya polgármester. Az új uniós cikluson belül a TOP plusz keret források terhére szeretnénk megvalósítani az Érhető Zöld Város projekt keretében az egész fái lakótelepnek a megújulását. Értve ez alatt egy tájrendezési programot, hiszen egy tájépítést kértünk fel arra, hogy a több mint 40 éve épült lakótelepnek a zöld növényzetét teljesen megújulhasson. Nagyon zöld a lakótelep most is, rengeteg növény van benne, de nagyon sok már megöregedett, illetve nincsen élettere, és van, ahol megpótolni kell ezeket a növényeket. Azt gondoltuk, hogy egy tájépítész, egy szakember, hogyha ezt az egészet felméri, akkor a jövőre is tudunk gondolni, hiszen a fáknak és a növényzetnek is élettér kell, és jobb kezekben nem is lehetne, mint egy szakembernek a felmérésével. A koncepció számos elemet tartalmaz, és egységesíti a padok kihelyezésétől és jellegétől a rejtett szemétlerakó kialakításáig szinte minden elemét a parkrendezésnek. Emellett figyel a belső úthálózat kialakítására is. Azoknak az ösvényeknek, járdáknak, illetve még meg nem lévő járdáknak, de olyan ösvényeknek, jól fogalmaztam az előbb, amelyek kialakultak az idők során, de még nincsenek szilárd burkolattal ellátva, azokat hogyan tudjuk megvalósítani, hogy valóban ott legyenek ezek a járdák, ahol az emberek használják ezeket az utakat. Ez volt a projektnek az egyik része és az ötletnek, a másik pedig az a hatalmas terület, amit az általános iskola előtti és étterem közötti területen van. Ide egy nagyon szép és nagyon sok eszközt magába foglaló több funkciós és több generáció és korosztály számára használható pihenőparkot, játszóteret álmodtunk meg. Van már hasonló a városban, néhány évvel ezelőtt a város központjában nyílt meg egy hasonló park, és a tapasztalat azt mutatja, hogy a bonyhádiak szívükbe zárták azt a játszóteret is, így nagy valószínűséggel a fái lakótelepre tervezett eszközöknek is jelentős lesz a látogatottsága. Hasonlóan a város központihoz, az ottani családi pihenőparknak a mintájára a tervező is ugyanaz, és ezeknek a terveknek a bemutatására hívtuk az itt élő lakosságot, hiszen hogyha már a tervezés alatt megismerik ezeket az ötleteket, akkor egyrészt a saját véleményükkel, kérdéseikkel, észrevételeikkel tudják azt formálni, mert semmi nincs még kőbevésbe, másrészt pedig olyan tájékoztatást kapnak első kézből, ami azt gondolom, hogy az itt élőket joggal megilleti. Az átalakítás nem érinti az autóforgalmat, és a parkolók számának bővítése sincs a koncepcióban. Filóni Ferenci Bolya polgármester azt mondta, az elmúlt esztendők arról is szóltak, hogy a lehetőségekhez képest bővítették a parkolók számát a városban, és ezzel együtt a lakótelepen is. A zöldövezet terhére több parkolót egyelőre nem tervez a város. Jelenleg is zajlik a fái 32-33-as társasháznál egy 8 parkolóhelyből álló parkolónak a szilárd burkolattal való ellátása. Remélem, hogy ez egyelőre megoldás az itteni problémákra. Mi most ezzel a koncepcióval előre dolgozunk, hiszen nincs még kiírt pályázat a lebonyolításra. Nem akkor kell nekiállni a tervezésnek, mikor megnyílnak a pénzalapok. Mi addigra túl leszünk a tervezési szakaszon, mondta Bonyhád város polgármestere. Az 1849. október 6-án kivégzett 13 magyar honvédtisztnek a szabadságharcban játszott szerepük miatt kellett meghalniuk.
Bonyhádon minden évben fáklyás futással vonulnak az emlékezők a Kálvária dombra. A Perccel sírnál idén is megemlékezést tartottak nemzeti gyásznapunkon. A vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emléks békeleng, a búzsbitókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyet mi vérben esve el, nyugodtan haltunk a ma reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak. Hisz onnan jönnek minden sugarak, hisz onnan árad, új világ felett. Szent háromságunk, mely jövőt teremt. Kifelber Panna a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulójának szavalatával vette kezdetét a Perccelek sírjánál megtartott megemlékezés. Az ünnepi beszédben Gábor Zsolt muzeológus azokra a történelmi összefüggésekre mutatott rá, melyek az aradi hősök kivégzéséhez vezettek. A forradalom és szabadságharc 13 tábornoka fizetett életével azért, mert a magyar szabadság ügyét mindennél fontosabbnak tartotta. A Habsburg hadvezetés példát akart statuálni az ítéletekkel. Hajnaú bosszúból Batthyányit is fel akarta akasztani. Az akasztás ez a köztörvényes bűnözőknek az elítélési módja volt, nem országi miniszternek, vagy egy katonatiszt. Az aradi 13-ak emelt fővel vállalták a sorsukat, hiszen tudták, hogy amit cselekedtek, sem a későbbi korok ítélete, sem a jog szerint nem volt bűn. Sok száz évnyi szenvedés után a magyarok felemelték a szavukat, és azt mondták, Magyarország a magyaroké, és ez az ország a jog és a szabadság földje, és ezt az évezredes jogot akarták helyreállítani a Kárpát-medencében. A muzeológus külön kiemelte Perccel Mór szerepét a történésekben. Perccel Mór 1827-ben édesapja az idősebb Sándor utasítására a 5. császári és királyi tűzezredhez került, annak laktanyája pont ez az új épület volt. És hogy még egy párhuzamot tudjak említeni ezzel kapcsolatban, hogy Perccel Mór volt az egyetlen tábornok, akit még életében két alkalommal halálra ítéltek. Egyszer, amikor fiatal hadapród volt lázításért, mert a lengyel forradalom megsegítésére szervezkedésbe kezdett, szeretett volna a katonatársaival segítségére sietni a lengyel szabadságharcnak. 1831-ben 20 éves korában elkerülje a halált. Aztán, ami szintén párhuzam, azaz 1851-ben 36 bitót ácsoltak ugyancsak az új épületnek, tehát ez az egykori laktanya udvarnak. 36 bitófát ácsoltak, és ineffigi, tehát jelképesen felakasztottak 36 embert, többek között Perccel Mórt és testvéröccsét, Perccel Miklóst is, Kossuth Lajos, és ugye ott volt közöttük a népsor elején, azaz Andrássy Gyula, a Le Pou Pendu, ugye a szép akasztott, ugye a párizsi szalonokban csak szép akasztottnak hívták, a Magyarország későbbi miniszterelnöke. A kivégzett tábornokok közül 4 golyó általi halálra ítéltek, ezzel megkegyelmezve nekik a katonákhoz nem méltó haláltól, de 9-üket rablógyilkosok és köztörvényes bűnözők módjára bitófára kötél általi halálra ítéltek. Rájuk emlékezik minden esztendőben október 6-án a magyar nemzet, és az ő emlékükre helyezték el a város vezetői és a társadalmi szervezetek képviselői a megemlékezés koszorúit. A Perccel család emlékét szisztematikusan őrzik és kezelik Bonyhádon. Ennek jegyében adták át Perccel Mór felújított szülőházát és a család tulajdonához tartozó Elmej-Vojnics kápol, a felújítása is a végéhez közeledik. A Völgységi Múzeumban pedig olyan kiállítás nyílt meg, mely a tábornok életének eddig ismeretlen dokumentumait is a látogató elé tárja.
Bonyhád a Percelek városa hangzik el majd minden hivatalos rendezvényen a városban, és ezek nem csak szavak szintjén igazak, hiszen az elmúlt években számos kezdeményezés, beruházás vagy kiadvány igazolta, hogy a Völcsék fővárosában komolyan is gondolják a magyar történelem egyik meghatározó nemesi családjáról maradt örökség megőrzését és népszerűsítését. Nem öncélú ez a munka, hiszen elég csak a 2020-ban átadott felújított Percel kuriára gondolni, vagy éppen a most megnyílt és a jövő nyárig látható Percel tábornok életét bemutató kiállításra, megvan a hagyomány tiszteletén túl a maga turisztikai vonzereje is. 2022-23-ban egy nagyszabású országos pályázat keretében a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és a Nemzeti Kulturális Alap egy közös pályázatot írt ki Magyar Géniusz program címen, ami ugye híres, a Magyar Pantheon híres szereplőinek dedikált állandó és időszaki kiállításokat, illetve tudomány népszerűsítő munkákat finanszírozott, és ennek a keretében valósult meg ez a jelen kiállítás. Egy állandó kiállításunk az 2017-ben született meg jelen formájában, ezért úgy gondoltuk, hogy itt az ideje annak, hogy mind az eszközünket, mind pedig a kiállítási anyagunkat felfrissítsük, és így a mellettünk látható kiállítás az ennek a keretében valósult meg. A nehéz természetű honvédtábornok Percel Mór életét bemutató kiállítás érdekessége, hogy számos olyan dokumentummal találkozhat a látogató, melyet eddig külhonban őriztek. Percel Mór honvédtábornoknak, az ő alakjának, az ő örökségének, az ő hagyományának mai napig ugye mérehajtó nyomai vannak, és szerintem mindig indokolt, hogy legyen egy Percel kiállítás. Ugye Bonyhádot is most egy határon átnyúló együttműködés térképére sikerült feltenni ezzel a kiállítással. Egy olyan programba sikerült bekapcsolódni, aminek rendkívül nagy az elfogadottsága. Ez egy komoly idegenforgalmi turisztikai potenciált is jelent, és bízunk benne, hogy a jövő nyárig látogatható kiállításunkra sokan érkeznek majd ide Bonyhádra, illetve hogy a bonyhádiak közül is sokan megtekintik. Maga a kiállítás léte mellett igyekeztünk olyan anyagot Bonyhádra hozni, ami korábban nem volt itt megtekinthető. Ugye Percel Mór hosszas éveket, majd több mint egy évtizedet, 13 évet töltött el száműzetésben, és ennek az anyagából külföldről, Jersey-szigetekből igyekeztünk anyakönyvi kivonatokat kikérni, az Árkánon felületéről, illetve különféle levéltárakból olyan karikatúrákat, olyan korabeli újságcikkeket reprodukáltunk, amit a hátam mögött is látható a falon, ami korábban nem voltak Bonyhádon megtekinthetők. Tehát ebből a szempontból még az, aki rendszeresen látogatja a Percel kiállításokat, az is láthat olyan anyagot, amit korábban még nem tártunk a nagy közönség elé. A most megnyílt tárlat túlmutat a múzeumlátogatás élményen, hiszen oktatási program is társul hozzá. Már csak azért is, mert a múzeum pedagógiai munka eredménye csak lassan érik be, mondja Farkas Gergő. Egy tudomány népszerűsítő előadás sorozatot is fogunk tartani, és egy kiadványt is jelentetünk meg. Tehát a tudományos, a szakmai munka sem szenved hátrányt. Több mint 20 évvel ezelőtt jelent meg egy könyv, Dobos Gyula munkája a Percelek címmel, mely a család történetét mutatja be. Ennek további bővítésére adott megbízást a város a kötet szerkesztőjének, és várhatóan ez is a közeljövőben napvilágot lát, kapcsolódva a már említett családkultusz továbbéltetéséhez. A Percel Mór honvédtábornok életét bemutató tárlatot a jövő nyárig tekinthetik meg az érdeklődők a Bonyhádi Völcsék Múzeumban. Október 1-e az idősek világnapja. Bonyhádon már évek óta hagyomány, hogy ez alkalomból összehívják a város nyugdíjasait, és egy ünnepség keretein belül megvendégelik őket. Jó, jó, nagyon jó, kérem, nagyon jó, hogy csinálják. Az ember nagyon sok ismerőssel találkozik. A 99 éves Enyedi Péter bácsi volt a legidősebb résztvevője az idei idősek napi rendezvénynek Bonyhádon. A városban már hagyomány, hogy minden évben nagy volumenű programmal kedveskednek a település szépkorú tagjainak. Én mindegyiken itt voltam, igen. Nagyon jól éreztük magunkat, azért is jöttünk megint. Most költöztünk be Kakasdról Bonyhádra, és első alkalommal vagyok itt. Nagyon jó ötlet, okos ötlet, és örülök neki, hogy én is részt vehetek. Kicsit hal. Nem hallom. A kórus. Nagyon jó. Megbecsülik az időseket.
úgyhogy ez egy jó érzés, és ilyen érzéssel jöttünk is ide, hogy így legyünk együtt az idősekkel. Összejövetel, barátokkal, ismerősekkel lehet találkozni, főleg a művész urat, arra vagyunk kíváncsi. A Bonyhádi Gondozási Központ amellett, hogy minden alkalommal elhozza az időseit, hogy ők is részesei legyenek az élménynek, a rendezvény megvalósításában, lebonyolításában is jelentős szerepet töltenek be. Most már hagyománya vált, hogy amikor a város megrendezi, akkor természetesen mi is részt veszünk ezen a rendezvényen az időseinkkel, mind az idősek klubja, mind az idősek otthona lakói elhoztuk erre a rendezvényre. Nagyon minden nap erről beszélgetnek, és utána hetek után is napi témává válik ez a rendezvény. Egy nagy föltöltődést, hiszen találkozhatnak a város időseivel, tehát ez egy nagyon jó közösségformáló program, és összehozza az időseket. Az idősek napi programon hagyomány, hogy minden alkalommal egy különleges fellépővel lepik meg a résztvevőket. Ezúttal Feke Pál előadó lépett színpadra, és varázsolt remek hangulatot a sportcsarnokba. Első éjszakát, apám hitte a gyűrű aranyát, apám hitte a szavak igazát, és úgy hiszem, ez így volt szép. Igen, valóban a sportcsarnokban harmadik alkalommal rendeztük meg az idősek napját itt a városban, bár ez már a nagyon sokadik, de hál' Istennek kinőttük a művelődési központot, ahol már ilyen sokan nem férnénk el, és a város legnagyobb rendezvényterme az itt ez a küzdőtér a sportcsarnokban, úgyhogy itt valóban a harmadszorra rendeztük meg. Ugye a Covid alatt sajnos elmaradt, de már tavaly újra megrendezhettük, és nagyon örülök annak, hogy újra ilyen sokan eljöttek, gyakorlatilag, ahogy megkérdettük az ingyenes regisztráló jegyeket, percek alatt elfogyott. Ez azt is visszaigazolja, hogy szeretik az idősek ezt a programot velünk együtt, hiszen nagyon sokan készülünk erre, több intézmény az önkormányzattal közösen készül erre a mai napra. Azzal együtt, hogy berendezzük a termet, hogy feldíszítjük, hogy vacsorával vendégeljük meg az időseket, hogy megterítünk, tehát minden sok-sok feladat van. Nyilván mindig igyekszünk vendégművészt is hívni, bízom benne, hogy az idei is jó választás volt, a hangulatból ítélve azt gondolom, hogy ez így van. Remélem az idősek is majd ezt igazolják vissza. Szóval, hogy nagyon sok intézmény a gondozási központtal, az Élen Sportcentrum munkatársai, az önkormányzat, a Bonikó, mindenki azért dolgozott, hogy ma mindenki itt jól érezze magát. Sokan vannak, és mindenképpen kell, hogy rájuk figyelemmel legyünk, ne csak ezen az egy napon. Én a köszöntőben is elmondtam, hogy igyekszünk nem csak egy-egy napon, ezeken a kiemelt ünnepnapokon, hanem a hétköznapokban is figyelnünk rájuk. A már említett gondozási központ egy olyan intézménye a városnak, amely ugyan nem csak itt a városban, hanem a szolgáltatásával a teljes járás területén lát el feladatot, de azért az Bonyhádi idősek az idős otthonban, illetve a klubban elsősorban ők veszik igénybe, minden napok kapcsolata van velük, és az a sok-sok szolgáltatás, amit nyújtunk számukra, mondhatnám a házi segítségnyújtástól kezdve a bevásárlások, az orvosi ellátásban a segítséget, vagy csak az, hogyha egy-egy receptet kiváltunk, napi kapcsolat van több száz Bonyhádi időssel, úgyhogy bízom benne, hogy ez az olyan színvonalon működik, ami az ő megelégedésükre van. Apám hitte a hős tetteket, apám hitte a bölcsességeket, apám hitte a szép verseket, és úgy hiszem, ez így volt szép. Ünnepeltek a Bonyhádi Gondviselés idősek otthonában. A Szépkorúak világnapja alkalmából most a bentlakók készültek műsorral a gondozók és a meghívott vendégek számára. Az intézményvezető elmondta, náluk ebben a hónapban több programot is szerveznek az idősek szórakoztatására. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere köszöntötte az idősek világnapja alkalmából a gondviselés időskorúak otthon alakóit. Az itt élő szépkorúak nem csak ezen az egy napon, hanem egész hónapban ünnepelnek. Nálunk az idősek napi megemlékezés az nem egy napra korlátozódik, hanem mi idősek hónapját tartunk itt az otthonban, ami azt jelenti, hogy a szokásosnál is színesebb és gazdagabb programokkal várjuk, vagy kedveskedünk a lakóinknak.
ugye akár a városi rendezvény ennek egy meghatározó része és egyben nyitánya is minden évben. Most már mondhatjuk azt, hogy sok éve állandó jelleggel jelen vagyunk, viszonylag nagy létszámmal. Ezen túl pedig tényleg a legkülönfélebb programokon, a pizza partin át, a vetélkedőkön, ki mit tud vetélkedők, és zsíros kenyérparti, harmonika szó, tehát tényleg igyekszünk az egész hónapot megtölteni úgy, hogy heti 2-3 olyan program legyen, ami egy kicsit kizökkenti lakóinkat a mindennapok monotóniájából. A mai nap volt az a nap a programsorozat keretében, amikor a lakóink készültek egy programmal, egy műsorral a vendégeinknek, és tulajdonképpen ez egy bakancslistás üzenet volt, nagyon komoly tartalommal egyébként, és nagyon komoly gondolatokkal. Zsóknél Müller Natália mentálhigiénés munkatársunk felkészítésében. Ugye ez egy felépített koncepció része, tehát ők pontosan tudták, hogy mit takar a bakancslista, és ehhez szánták az üzenetet, a gondolatokat. Ne agyalj az életeden, vajon kárba vésze. Hisz eljutsz mindenhova, ha izzó a vágyad. Gazdagság és siker járat nyomodban utánad. Pál Istvánné 10 éve lakik az otthonban. Hát ilyen öregséget kívánok mindenkinek, nem jó szívből kívánom. Mindenünk megvan, tessék elhinni. Nem kell, sem mosogassunk, se főzzünk. Elénk teszik az ételt, elviszik onnan. Amit kívánunk, mindent megadnak. Nagyon aranyosak. És olyan főnökasszonyunk van, ha egy hajszál a földön van, az nem azt mondja, hogy vegyék föl, lehajlik és fölveszi. Nagyon aranyos. Minden kívánságunkat teljesítik. Azt mondja, a társaság is nagyon vegyes és színes. Idősek vagyunk. Sokat voltunk otthon egyedül, és most úgy gondoljuk, hogy az enyém az igaz, pedig nem így van. Mindenkinek igaza van. Van, mikor összezördenünk, utána akkor leülünk és megbeszéljük, jön a főnökasszonyunk, és megbeszéljük. És akkor csend van, béke. Kicsit duzzogunk, puffogunk, mert nem úgy van minden, ahogy mi akarjuk. Nem is lehet, de utána meggondoljuk, hogy hoppá, nem így kellett volna. De már késő. Nekem sajnos nagy szám van egy kicsit, ez így igaz. Én nem mondom a hátam mögött, én megmondom a szemébe, ez nem. Egy rész jó, másrészt nem jó. Utána nagyon megbánom, de már késő. Azt mondják, hogy a pap is holtig tanul, de mi öregek is sokat tanulunk. Ami úgy gondolom, hogy rendjén van, igaz. Nem tervezünk előre ilyesmivel, hiszen éppen elég negatív impulzus ér bennünket, mi igyekszünk a pozitívra koncentrálni, tehát annak örülünk, ami ma van, igyekszünk a napokat megélni. Azt, hogy a holnap mit hoz, ahhoz pedig meg majd igyekszünk a tőlünk telhető módon alkalmazkodni és igazodni. Az árcságot nagyon nehezen viselték, ugyanúgy, ahogy szerintem mindenki más, bár az egyik nénink fogalmazta meg talán a legtartalmasabban. Ő azt mondta, hogy igen, nagyon nehéz volt az árcság, a család nélküli lét, vagy az ismerősök nélküli lét, ugyanakkor el sem tudja képzelni, hogy egymagában neki otthon milyen dolga lett volna, vagy hogy azt hogyan viselte volna. Még a vetélkedők vannak folyamatban, ki mit tud, és ilyen kvízjátékok, tehát egy kis érdekességek, illetve pályaorientációs nap keretében iskolás diákokat fogunk fogadni, egy kis érzékenyítés, egy közös programra, ahol az időseinkkel együtt egy kis kreatív tartalmat igyekszünk bele tömöríteni a programba. Az idősek számára a fiatalság az valahol mindig az öröm forrása, és abszolút energiával és jó érzésekkel tölti fel az idős embereket. Ugyanakkor szerintem ez fordítottan is igaz, hiszen ők viszont határtalan mennyiségű szeretetet tudnak adni, aminek egy gyerek mindig örül. Nálunk azért nagyon tartalmas mindennapok vannak, tehát azt gondolom, hogy tehát erre lehetőségünk is van, hiszen egy pici közösség, és 16 lakónk van összesen. Igyekszünk minden napot maximális tartalommal megtölteni. Vetélkedünk, tessék elhinni, úgy oda kell figyelni,
hogy bizony oda kell az eszünket tegyük, hogy nyerjünk, mert mindenki akar nyerni. Mindegyik csoport. Elosszák 5 csoportra a brigádot, és akkor mindenki nyerni akarunk, nem akarunk utolsók lenni. Akkor olyan jó dolog, mikor mondják, hogy Pálnék a másodikok. Akkor jelenkezem, hogy Pálné vagyok. Jó dolog. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!